Szia, hello, üdvözöllek! Vili vagyok, a vidéki vlogger. Ha itt körbenézünk, néztek, akkor nem a megszokott alföldi tájat láthatjátok, hanem egy kicsit dimbesett dombosat. A Pilisben vagyok, Pilis-Szentkereszttől nem messze. És hát vannak idei évi újdonságok. Az egyik, hogy nem csak az, hogy nem a megszokott helyről vagy alföldről beszélek hozzád, hanem az is, hogy most a telefonról. Nem hoztam a videókamerámat, viszont van egy új telefonom, és remélem ez is klassz felvételeket tud csinálni. A megszokott üdvözletem, szia, hello, üdvözöllek, ket visszahallottam kis változtatással. Ez a kis változtatás úgy szól, hogy szia, hello, újra üdvözöllek, és nem is akárhol. Ez a Telenor utódja a Jettel, rádió reklámjaiban hallottam. Szia! Hello újra! Üdvözöllek! Közben itt integetnek nekem kedves japán fiatal pár. Jó kedvűek, mosolyognak. Lehet, hogy ők is youtuberek. Ki tudja. Itt ugye szokás köszönni egymásnak. Tehát ha jövünk, megyünk itt az ösvényen, akkor úgy köszönünk egymásnak, ez tök jó, olyan, mint a faluba. Nagyon, még a természet nagyon-nagyon nem éledezik, mondhatom úgy. Mert nem csinál ilyet. Most elment a nap egy kicsikét, vagy beborult. Kicsit mások a fények. De egy kirándulásnak tökéletes. Úgyhogy arra biztatlak téged is, hogy menj el kirándulni, ha mindegy hová. Ha tudsz, ha az Alföldön élsz, a hegyekbe, ha a hegyekben élsz, akkor a síkságra, ha a folyóparton élsz, akkor tó mellé, ha tó mellett élsz, akkor folyópartra, ha városban élsz, falura, ha falun élsz, városba, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hová. Csak mozog és menj el, és ismerj meg új helyeket. Na, úgyhogy most ki is bölcselkedtem magamat szerintem bőven. El is búcsúzom. Így, hogy ugye most már van normális telefon. Így lehet, hogy szép lassan áttérek erre, bár zoomolni nem tud. Vagy nem olyan jól. Úgyhogy azt még arra még szükség lesz a videókamerára, meg hát azért azt sem dobom ki. Az is jó. Szóval örültem, hogy itt voltál. Szervusz!